A technikai részletkérdés, hogy Microsoft Software központi management megoldását használjuk erre. Ez egy nagyon Microsoft központi cég. Hát vannak úgy megválaszolatlan kérdéseink, hogy mit csináljunk az Outlook-kal, amire nincs ekvivalens ajánlata a LibreOffice-nak, amit kézzel kell túrni. Mi legyen a link utóda, ez közbeszédben Skype néven ismert szoftver. Hogyan vezessük be LibreOffice Online-t, hatalmas előrelépés lenne az együttműködő szerkesztés meghonosítása online megoldásokkal, tehát nem csak a Microsoft Office által kínált, beépített dokumentumot egyszerre szerkesztjük, és háttérben összefésül a SharePoint című történetekkel. Ez egy nyitott kérdés, hogy ezt nagyon valósítjuk meg, de szeretnénk ilyet is. Hát a jövő évben is lesz feladatunk. Jó, felmérés eredménye. Egy lépést még egy kicsit kiérve, hogy pont nem látszik egy csomó, de fog érni. Jó. Ez a lejjön az újabb pont. Megpróbálok beállni az egy fogát képében. Jó, felmérés. Felmértük, hogy milyen igényeink van a felhasználóknak, és akkor erről egy távlatos összefoglaló. A nyilván cél az volt, hogy aki el tudja velem látni a közösszörös munkáját, azt állítsuk át. Vannak olyan területei, részei ennek a szoftvernek, amiből tudjuk, mert tavaly évelején előtt is tudjuk, hogy kicsit problémás az interoperabilitása. Hát ez volt a ötlet, hogy kérdezzünk rá ezekre. Tetszenek-e használni ezt azt a területet, amit miről tudjuk, hogy inkább ne használják. A kérjünk be a felhasználótól dokumentumokat, amikben ezeket a funkciókat használják. Hát elsősorban azért, hogy még többet tudhassunk a kedves felhasználók szokásairól, illetve hogy konkrétan alátámaszthassuk mi is számokkal, hogy igen, tényleg nem csak hasonlították és bemondtak mindent, hogy ilyen is volt elég sok, de voltak olyanok is, akik lelkiismeresen feltöltögettek konkrét dokumentumokat, és azt is meg fogom mutatni, hogy ez miért volt fontos. És még egy nagyon fontos ötlet. Vannak problémák, amikről tudunk, amik akadályozzák az átállást. Na most, hogyha ezek akadályozzák az átállást, az mondjuk egy aktuális időpont pillanatban igaz, de ha ezeket a problémákat megoldanánk, akkor ezek már nem akadályoznák az átállást, tehát minden több embert át lehet tekerni azok közül is, akiket ma még mondjuk nem lehet, vagy egy adott pillanatban nem lehet. Tehát akkor ezért volt ez az egész felhajtás, tudjuk meg, hogy mi a probléma, javítsuk meg a problémát. Na, és előre szaladok. Ezek a legnépszerűbb funkciók azok közül, amiket megkérdeztünk. Magasan vezet minisztériumi felhasználásban a változáskövetés, mint olyan korrektúra, melyik szoftver hogy hívja. A felhasználók nagyjából 62%-a jelölte be, hogy valóban használ. És akkor a hit rate alatt írtam fel, hogy a beküldött dokumentumok közül hány százalékban találtunk ténylegesen ilyen funkciók használatára utaló nyomokat. Hát ezt nagyon ismerik, használják valóban, de aztán vannak olyanok is, amiket teljesen félreértettünk, vagy a felhasználók, mindegy is. Aztán a következő fontosabb dolgok, dokumentum összehasonlítás, diagramok, alakzatok, elforgatott szövegirány szövegdobozban ilyen ezoterikusnak tűnő, de valójában fontos funkciócskák. Körlevél nagyon fontos, csomó levelet küldenek a minisztériumból, papíron. Ez van az elközigazgatás. Aztán van a Microsoft Office-nak egy információs jogkezelés nevű funkciója, magyarul nem teszem a neve, lényegében titkosítják az egész dokumentumot, és aki a Cintár szerverre bejelentkezve nem tudja igazolni a személyazonosságát, az egyszerűen nem tudja megkapni a titkosítást nyitó kulcsot, mert ezt abszolút nem támogatjuk. A LibreOffice-ban ellenben a népek 6%-a használja, és ennek a 44%-a ténylegesen
küldött titkosított dokumentumot, tehát olyan 8% nagyságrendre. Népszerű még a smart art, gyönyörű ábrákat lehet gyorsan rajzolni fontos ember prezentációira, ez a funkció ezért fontos, illetve a ilyen dokumentumvédelmi funkciók a Word esetén. Ezen kívül Excel esetén szintén diagramok, celles stílusok, munkafüzetvédelem ilyen funkciók jöttek be. Érdekes módon a nyugtatástáblát is nagyon sokan használják, 21%-át, 24%-a. Feltételes formázás szintén népszerű. Akik használnak információs jogkezelést, szerint tulajdonkezelést, azok ebben is használnak. Makrózni viszonylag sokan szoktak, és hát meg kellett volna kérdeznünk a munkafüzet megosztása című funkciót is. Az arra szolgál, hogy feltesznek egy file szerverre egy Excel táblát, és egyszerre sokan írnak vele, és ezt az Excel mágikus módon egyesíti, tehát egyfajta közös szerkesztés. Sokan kérdezték, LibreOffice-ban nem működik. Jó. Illetve volt még egy egyszerű felmérés, alapvető funkció, mi az, amit mindenkinek napi munkájához szükséges. Ezt csak be kellett jelölgetni. Nincs nem meglepetés. Valóban a bekezdés, formázás, vásárlás, számolás, táblázatok, fejlécek, szövegdobozok, oldalbeállítások, ilyesmik jöttek ki. Teljesen unalmas, egyszerű dolgok. Excel-esként szintén hasonló dolgok. Alapvető cellaformázások, méretezése, szűrés, oldalméretezés. Elméletileg nem olyan nagy varázslat. Igen, egy apróság van. Nyilván használjuk továbbra is az OXML formátumot, ez az egész amiatt jelentős. Megfigyeléseim a beérkezett kérdőívek alapján, illetve a beérkezett fájlok alapján, tehát a tudatúleti rendszer vizsgálat alapján, UXML tekintetében, hogy a LibreOffice önmagában, mint szoftver a használt funkciók közül, ezek közül az egyszerű dokumentum vagy táblázat szerkesztés funkciók közül majdnem minden megfelelő módon támogat, de semmit sem megbízhatóan, amennyire az UXML formátumot használjuk. Tehát, hogy nem megbízható ez. Egy ilyen munkakörnyezetben meglehetősen nagy probléma. Aztán itt egy bölcs idézet egy minisztérium felhasználótól, tapasztalt idős kolléga. Azt mondja, hogy remekül lehet a LibreOffice-t használni, amíg nem vársz el tőle többet, mint amennyit egy írógép tud. Meg kellett állapítanunk, hogy nagyjából igaza van. Persze természetesen az UXML formátum használata miatt. Még egy fontos megfigyelés. Ha megnézzük a Mozilla-ban, hogy mi van, akkor azt látjuk, hogy OXML témakörben létrehoztak metahubokat, ami gyakorlatilag gyűjtő hibajegyek, és azt gyűjtik össze egyetlen egy központi helyre, hogy például szövegszerkesztésben táblázatok szerkesztésével kapcsolatban milyen ismert problémák vannak. Úristen, ez vagy 70-80 tétel, ami még nincs átúzva, tehát nincs megjavítva. Hát szörnyű, de ezen felül, ezen a halmazon felül nem olyan egyszerű dolog újabb és újabb hibákat találni. Tehát ami itt van, az nagyjából lefed minden reálisan előfordulható felhasználási módot. Tehát egyszerű a dolgunk, ezt a kupacot kell egyenként eliminálni. Ennyi. Van egy saját kis hibalistánk egy offline táblázatban, ebben nagyjából 300 ilyet követünk nyomon, talán már 400 is van azóta, mint ezt felírtam ide. Valószínűleg olyan 6-800 maximum az a plafon, aminél meg fogunk állni, és azt fogjuk mondani, hogy oké, ezeket megoldjuk, és akkor készen legyünk, tehát átállítani a minisztérium meglehetősen nagy részét. Még nem fejeztük be ezeket a vizsgálódásokat. Ezek
változszám még növekedni fog. Aztán szó volt róla, hogy a felhasználói élmény, ugye, hagyományos felhasználói élmény csapata a LibreOffice-nál azzal foglalkozik, hogy legyenek szép ikon témáink, használható ablakok, átdizájnolják 21. századra, ez egy régi projekt, 80-as években indult. Vannak részletek, hogy úgy néznek ki, mint 20 évvel ezelőtt, de azért elég sokat haladnak ebben a témában is. Viszont engem most nem ez érdekel, mint ahogy a felhasználóinkat sem ez érdekli, hanem az, amit a Mozilla 2004 körül felismert, ez a felső része az ablaknak, ez nem része a felhasználói élménynek. Ezt úgy hívják, hogy Chrome, alkalmazás alkatrésze, nem érdekes. Ami igazán érdekes, az a tartalomterület. Egy Wikipedia nyitó oldalt látunk, ez a felhasználói élmény 2004-ben. Amikor a Firefox egy pontból kijött, erre koncentrált, erre a részre, a felső részt hagyták a fenébe, leegyszerűsítették, kiszólták a funkciókat, arra koncentráltak, ami felhasználónak fontos. Tehát a tartalomra. Jó is volt, működött. Ehhez képest 2018-ban LibreOffice kapcsán minisztérium dokumentumokban ilyen felhasználói élmény van. A felhasználó beállította egy egyszerű végletesként megjelölve jelölést a Word-ben. Equivalence funkció a LibreOffice-ban azt mutatja, hogy semmi. Ez a felhasználói élményünk. Aztán hasonló szituáció. A dokumentum egyszerű középigazított stílus, jobbraigazított stílus, a második bekezdésnek örökölnie illene beállításaink szerint a stílus, ehhez képest a LibreOffice-ban alapértelmezett balraigazítást örököl, vagyis nem örököl. Ez a felhasználói élményünk. Aztán gyönyörű szép új Széchenyi Intervas előző generációból való meghívó sablon. A Word-ben gyönyörűen néz ki. Itt állunk viszont az a felhasználói élmény, hogy van egy nagy üdös térköz, a szöveg meg éppen nem olvasható, már úgy jó. Be is van jelölve, hogy miért. Itt egy olyan térközt képzel a LibreOffice magának, ami valójában nincs ott. Még felhasználói élmény, gyönyörű szép táblázatba berakva, egy fura karakter, ez a pontos izé, bemásolta valami szakalkalmazásból, és a LibreOffice azt írja csinálni, hogy puff, volt táblázat, nincs táblázat. Ez mondjuk egy cirkuszban egy bűvésztől elég jó kis felhasználói élmény lenne, minisztérium felhasználóhoz meg kicsit zavosabb volt, aki mindenki az előfordult egy dolgas táblázattal kapcsolatban. Mi van még? Változás követés. Hát változás követéskor ugye van egy olyan csodálatos funkciója a Word-nek, kiváltás fejlesztés. Itt az átható, hogy itt a zöld vonalra áthúzza, áthelyezni, fejleszti ide. Ehhez képest a LibreOffice úgy csinál, mintha nem történt volna semmi. Duplán megjelenik a két mondat. Gyönyörű felhasználói élmény, különösen egy komoly szerződésben. Amit a minisztériumban azért felírnak, nem egyetlen kettőt. A rendszer új Széchenyi terves sablon, így kellene kinéznie. Ez egy olyan papír, amit a függőleges közepén fog a kettéhajt, azt lesz egy fontos ember elé az asztalra, és akkor a konferencián elmondhatja a véleményt, és mindenki látja, hogy ő XY fontos ember. És akkor a titkárnő meglátja a konferencia előtt, hogy a LibreOffice-ban így nyílik meg. Elég rossz felhasználói élmény sajnos. Na hát akkor ezen kell fejleszteni, ez a küldetés. A felhasználói elvárás az, hogy a fájlokat, amik a külvilágból érkeznek, tudja tovább szerkeszteni. A külvilág lehet bármi, szomszédszoba, szomszédintézmény, Európai Unió, bármi. Illetve átállított felhasználó esetén ő azt várja, hogy tegnap szerkesztett fájlját tudja akkor is szerkeszteni tovább. Egy egyszerű váltás az ennyi, mintha átülne egyik autóból a másikba. Tud vele menni, fordul.
Jó, még egy fontos tényező, ami szerintem a Document Foundation-nél nem veszik annyira figyelembe. Dokumentumoknak áruk van, értékük van, és ez bizony sok dokumentum esetén nagyon könnyen felhalmozódik. Tehát amennyi időbe tehet egy ilyen dokumentum előállítás, a szoroszol az előállító felhasználó bérével, az a dokumentum értéke. Ebből nagyon gyorsan kijön, hogy néhány dokumentum előállításával meg lehet keresni úgymond a pár nap alatt egy Microsoft Office licenc árát. És ugye a felhasználó arra kéri, mint ahogy a Document Foundation kéri, hogy hát akkor ezeket a korábban toltott szétesésített kézzel kalapálja a helyre, hát ezen a ponton elvérzik ez a koncepció, sajnos. Jó. Document Foundation-nél van egy olyan vélemény, hogy az OXML formátum, hát az ugye a sátán gyermeke, és hogyha valaki olvasgatja vagy egy SXML-t, vagy magát az ezer oldalas szabványt, akkor erről valóban meggyőződhet. Viszont a felhasználókat ez a technikai részletkérdés abszolút nem tudja meghatni. Irodai szoftver, munkaeszköz, működjön, ennyit várni kell tőle. Továbbá célunk, kommentározott értelmében az interoperabilitás fenntartása fejlesztése, nem az, hogy teljes mértékben átállítsunk mindenkit LibreOffice-ra, a gyártóképtelensége a fő célja ennek az egész projektnek, és ezt úgy lehet elérni, hogyha két szoftvert használunk párhuzamosan, de ugyanazzal a formátummal. És ahogy említettem, korábban van külvilág közintézmények, amiket a minisztériumból felügyelnek. Vannak magánvállalkozások, amitől mindenféle dolgokat rendelnek a minisztériumok, szerződéseket. Vannak külföldi országok. Ezekkel együtt kell működni. Mesélünk is. Aztán ugye van még egy olyan okosság, hogy akkor használjuk ODF-et Microsoft Office-ból. Nem jó, mert a Microsoft Office ODF támogatása ugyanolyan vacak, mint a LibreOffice OXML támogatása, csak ezen még nem is lehet fejleszteni. Tehát tárforrás telefonjába javítok ezen a szituációt. Ezért interoperabilitási eszköznek az ODF Microsoft használata nem opció. Ellenben az OXML support támogatás javítható LibreOffice-ban, úgyhogy el is érkeztünk a DevOps-hoz. Ugye migrációs projekt közepén vagyunk, azért próbáljuk egy kicsit fejleszteni a szituációt, mert ezt hívom én DevOps-nak. Hogyan oldjuk meg a fennálltott problémákat? Hát fejlesztési csapatokat, fejlesztési csapatot építünk. Alapvetően Német László támogatás ember, aki egy tapasztalt fejlesztő, 10-valahány éve foglalkozik Open Office volt, illetve Open Office fejlesztéssel, ő képes erre a varázslatra. Júliusban kezdtük, egyelőre ettől két és fél kollégával dolgozunk, vagyis gyakornok, hogy őt kicsit félnek veszünk. A lényeg az a terv, hogy növeljük a létszámot, illetve hogy a alapvető funkciók, amik a felmérésből kijöttek, azok azért abban, hogy interoperabilitását fejlesszük, mert hogy szabad, és akkor hajrá, tegyük meg. A eredmények eddig. A bekezdés formázása a legegyszerűbb, legalapvetőbb terület. Így néz ki a metabugja, ennyi a nyitottak száma, és hát a bezártak száma lényegesen több. Volt egy fejlesztő, aki szinte rácuppant erre a témára velünk együtt, és egyfajta kollaborációban volt, amiket ő javított, meg volt, amiket a német kolléga, és gyakorlatilag eljutottunk oda, hogy ez a néhány bug már annyira nem fájdalmas történet. Ez az első eredmény, az első állapotból, illetve foglalkozunk még a diagramok támogatásának fejlesztésével. Erről fog Kovács Adán kolléga mesélni, hogy mire jutottak eddig. Itt egy Lightning Talkot reklámoztam, azt fogja ő is előadni, ami akkor volt, tehát egy kicsit bővített verzióját.
illetve gyönyörű szép számok, elmúlt háromban kb. 30 darabot javítottunk ki, termelési portnak gyönyörű, és vannak tényleges eredményeink is. Tehát ezekből a szétesi dokumentumokból, amiket mutogattam, ezt megjavítottuk, ezt is megjavítottuk, ezt is megjavítottuk, ezt is megjavítottuk, és ezt, na, ezt is megjavítottuk. Tehát ezért vannak előrelépése. Az ültető tárgya az még hátra van. Igen. Jó. Mások is javasoljuk, ez nyilván a konferencia kontextusában értelmezhető, hogy építsenek a soró projekt csapatokat, néhány fejlesztővel már el tudjuk indulni egy nagyobb város, mint ilyen egy minimus metropoliszok, mint München vagy a Franciaország Bournemouth, akik érdekeltek voltak ebből ebben. Ugye, nyilván Münchennek a tapasztalata, tanulsága, hogy ezt a legelején el kell kezdeni a fejlesztői csapatot egy ilyen nagy projektnek. Ők kicsit a közepe felé kezdték, nem volt a legjobb döntés, kicsit visszaütött rájuk. Illetve az is egy ajánlásunk, hogy OXML témában meg sem rendelni néhány százunk van. Nyilván vannak köztük fogósabb témakörök is, amiket papíron együtt, de tulajdonképpen lehet, hogy ezt a néhány százat elintézzük, akkor, illetve néhány tucat hiányzó funkcionalitást, akkor a tanulmányi lépéseket lehet elérni. Még egy dolog motivációként, hogy a Microsoft Office-ről nem űrlapú idegenlények gyártották le. Alapvetően nem kell pánikba esni. Egy ilyen magyar ember volt, Charles Simonyi a neve. Utána tudjuk csinálni, amit ő alkotott, illetve a csapatai. És akkor ennyi lett volna, köszönöm a figyelmet. Kérdések esetleg. Más országok is próbálnak ilyen átállást, vagy ez... Mások is próbálkoznak átállásra. És mennyire kooperáltunk velük? Visszafogottan egyelőre. Mi most kezdtük, azért visszafogott. És a lehetőségeink is korlátozottak a kooperációra. Nyilván arról lehet más projektcsapatokkal beszélni, hogy vannak témák, amikkel foglalkozunk, akkor másikkal foglalkozhatok ti, és akkor párhuzamosan jönnek be a fejlesztéseink kíváncsi. Nagyjából ez lenne a válasz, hogy vannak ilyen csapatok. Viszonylag kevesebb még egyelőre, de minél gyorsabban, minél többen próbáljuk meg, annál gyorsabban fogunk haladni, és annál többen fognak csatlakozni. Egyre inkább megvalósíthatóbb lesz az átállás, és egyre inkább realisztikusabb lesz. A Skype-os átállásnál, Nextcloud-nak van valamilyen Nextcloud-tal? Ezt még nem is látok valami szépen. Nem tudom, és ismerem csak, hogy valami. Ez még a jövőzőn, arra, amit lehet kitalálni. Alapvetően annyira azt nem használják a minisztériumot, tehát viszonylag zöld közös beruházásként tudnánk akár itt is bevezetni, csak nem tudjuk ott konkrét, amit. Ez még az jövő zenéje, vannak folyamatban lévő kutatási feladataink, amikkel mi nem végeztünk. Jó? Nincs több kérdés, akkor átadom a terepet a tulajdonosnak, közben befutott.